2023. Új év, új tervek, új feladatok, új megoldások. Mai vendégem Pulis József, Cséfaraszt község polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr, itt nálunk, és mindjárt a legfontosabbal kezdeném. Szerintem egy község életében talán a költségvetés az, ami a legfontosabb. Előző beszélgetésünk alkalmával beszéltünk arról, hogy mi várható, mi lehet az energiaárak, a villany, a gáz. Igazándiból még nem tudtuk, hogy mire számíthatnak a községek, mire számíthatnak a polgármesteri hivatalok. Mire számíthattak? Hogyan alakult? Először is talán a villany, mert én emlékszem, hogy azt beszéltük, hogy nagyon jó szerződése van még a községnek, és addig lehet egy kis nyugodtság, és talán nem fogja annyira érinteni a községet. Hogyan alakult az új költségvetésben mondjuk a villany vagy a gázár? Mennyiben lett nehezebb, mennyiben határozta meg másként a költségvetését a községnek? Szeretettel köszöntöm én is a kedves tévénézőket. Hát a kérdésre térve, a villanya tényleg úgymond kevésbé, vagy mondhatnám azt is, hogy arányában nincsen problémánk a villamosenergia árral. Egyedül a január 1-től a közvilágításunknak nőtt meg a tarifája, de az is csak egy 20 kW nettó árról, egy 59 forintos kilowatt nettó ára, tehát nem ezek a 150-200 meg ennél akár nagyobb összegeket is lehet hallani sok esetben, tehát ez még egy olyan emelés, ami kigazdálkodható, és főleg így, hogy azért mi az 2021-ben korszerűsítettük a közvilágítást ledes közvilágítás, ami alapból egy 10% megtakarítást jelentett a villamosenergia felhasználásba, még úgy is, hogy sokkal több lámpatest van felszerelve, illetve az intézményeinknél, mivel napelemes rendszer van kiépítve, ezt pályázati pénzből nyertük, és legutóbb is az óvodának volt még szükség a napelemes rendszerre, azt is egy pályázat keretében nyertünk, tehát így a villamosenergia felhasználásban az intézményeknél nincs probléma. Tehát egy az, hogy a napelem betáplálás miatt, a másik pedig az, hogy ott még egy kedvező, van olyan szerződésünk, még ami 2024. december 31-ig érvényes, egy nagyon kedvező árral, tehát itt a villamosenergiában ezen a téren nincsen érdemi változás. A gáz szempontjából, amiben történt nagyon megugrás, 6-8-szoros árral tudtunk szerződni, ami valamilyen szinten az akkori árakhoz képest ennél sokkal magasabb árral is lehetett kötni szerződéseket, de itt a legnagyobb fogyasztónk a hivatal, meg az iskolának egy közös gázórán van, itt az általános iskola, meg a hivatal, a könyvtár intézményünk, a díszterem, tehát itt történt egy nagyobb emelés, egy közel 8-szoros emelés október 1-től. Itt a tankerülettel, mivel a részben az iskolái, megosztásban van a gázszámla kifizetése, de itt is rendben van szerencsére, tehát a tankerület is fizeti az ő részét, az önkormányt is tudjuk fizetni, tehát így még pluszba csökkentettük is a fogyasztáson, tehát a hőfokot lejjebb vettük, a díszterembe például semmilyen programot nem szerveztünk az utóbbi időben, a testületüléseket is inkább a hivatal tanácskozó termébe helyeztük át, és így 30-40%-os megtakarítást is el tudtunk érni. Ez ettől függetlenül azért ez több millió forintos növekedést a gázárban, de most a költségvetést a tavalyi évben kevésbé érintette, mert ugye december 31-jel zárult pénzforgalmilag a tavalyi évi költségvetés, és ez az október 1-től jelentkező magasabb gázár, az októberi hónap nagyon enyhe volt, a novemberben is volt megtakarítás. Lényegében két hónap már, ami egy kicsivel magasabb lett a gázszámla, de a december, amikor már nagyobb lett a fűtési számlán, a hidegebb idő miatt, meg a január, azok már ugye a 23-as költségvetés érinti, tehát a tavalyi évet azt megfelelően különös beavatkozás nélkül tudtuk így az energiakrízist átvészelve lezárva. Az idejében meg már ezekkel a magasabb összegekkel terveztük. Most már lassan azért vége lesz a fűtési szezonnak, tehát ugye április körül azért már leáll a fűtési rendszer is, hogy bejön az igazi tavaszi időjárás.
elindulunk egy olyan irányba, hogy a következő telet már még kevesebb, még ha az árak is magasabbak lesznek, bár most bízunk, hogy március most elindulunk egy ajánlatok bekérésével a több energetikai vállalkozótól és a következő októbertől induló fűtési szezonra, úgyhogy bízunk benne, hogy azért az is kedvezőbb lesz, mert most a világpiaci árak nagyon lementek, lényegében már csak ilyen átlagban 2-2,5-es, tehát nem 8-10, még magasabb árak vannak. Úgyhogy ebbe az irányba is bízunk benne, hogy lesz áremozdulás. A másik meg az, hogy elkezdtünk egy ilyen energetikai, hát valamilyen szinten még korszerűsítés, tehát nálunk szigeteltek az épületek, a nyírászárók, napelemes rendszer van, de viszont mindig talál az ember egy olyan pontot, ahol be tudunk avatkozni. Például az egészségházba jelenleg a meleg víz, tehát a gázfűtés mellett a meleg víz is a gázkazára működik, viszont ott tudnánk avval kedvezően működtetni, hogy villamos energiával fűtjük a melegvízünket, tehát avval állítjuk elő, és akkor így eleve tavasztól őszig már nem kell a gázkazán használni, valamint például ott az egyedül még a fogorvosnál nincs hűtő-fűtő klímarendszer, ott is beszerelése kerül a tavasz során, és így minden váróhelység, valamint a rendelőhelységek mind hűtő-fűtő klímásak, és az is lehet, hogy télen nem is kell gázkészüléket, vagy gázkazánt használnunk, csak esetleg, ha nagyon zord időjárás lenne, mert akkor a hűtő-fűtő klímákkal, az elektromos vízmelegítési rendszerrel, a napelemes rendszerrel, a kedvező áramdíjjal, a következő telet is ott már meg tudjuk spórolni, tehát tovább is egy jó kigazdálkodható lesz. A hivatalnál pedig ott is kazáncseréket szeretnénk, fűtéskorszerűsítést, és az óvodánál is lenne például a csővezetékeket kéne még átépíteni, mert a kazán jó, meg a radiátorok jók, illetve ott is még egy klímát fogunk felszerelni, mert ott már a csoportszobáknál hűtő-fűtő klímák voltak, amivel elég sokat tudtunk már megtakarítani, mert ott nagyon jó a napelemnek az áramtermelése, de például még egy öltöző helységnél, a konyha van, ott eléggé párásodik, a konyhából jön ki a párás levegő, a melegítő konyhából, és ott is akkor a hűtő-fűtő klímával egyez, hogy szárítani is tudná a levegőt, meg akkor szintén a gáz bekapcsolásán tudnánk spórolni. Tehát most ilyen irányba vannak fejlesztések, hogy egy kicsit úgymond finom hangoljuk, és minden százalék, tehát ilyen árak mellett már egy 10% is akár milliós összegű megtakarítás is jelent, és így hamar vissza tud jönni ez a befektetett összeg, amivel ezek a beruházások kerülnek, mert tényleg az igaz, hogy amit nem használunk el gázt, az a legolcsóbb, mert azt nem kell megfizetni. Igen, és itt vissza is kanyarodnék egy picit. A tavalyi évben, hát még nyár volt, amikor beszélgettünk, és én emlékszem, hogy azt mondta, hogy terve az, hogy minél kevesebb gázt lehetőség szerint csökkenteni, és most, hogy figyeltem önt, én úgy érzem, hogy ez megvalósult, ugye minden probléma nélkül, tehát nem okozott sem az intézményekben, sem sehol az a fajta, nevezik úgy, hogy gázcsökkentés, ami hát talán szükségszerű volt. Ugye akkor mondhatjuk azt, hogy ez nem okozott problémát a községnek, hogy itt, meg ott egy kicsit takarékoskodtunk a gázzal. Tehát nem volt hidegebb, nem volt semmi olyan, ami mondjuk akár egy óvodában a gyerekek ott létét, vagy a hivatalban mondjuk egy ügyfélfogadást befolyásolt volna. Akkor ez megtörtént minden probléma nélkül. Ugye ezt akkor sikeresen meg tudta tenni a község. Igen, tehát a település működésében ez nem okozott úgymond semmilyen változást. Egy dolog volt, hogy egy héttel a mondhatni igazgatási téli szünetet meghosszabbítottuk január első hetére is, mert mi decemberben szoktunk ugye a karácsony új év között. Annyival történt változás, hogy ahogy országos szinten ez a közigazgatási szünet, iskolaszünet is hosszabb volt, mi ezt ugyanúgy megléptük, tehát itt tudtunk egy kicsit spórolni, és lényegében az intézmények ugyanúgy el van látva, ebben tudtunk például, amit mondtam, hogy a díszterembe például 15 fokra van beállítva csak egy temperáló hőmérséget, és amikor, ha mégis volt olyan, hogy kellett azért valami indokoltság miatt tartani egy gyűlést, vagy egy valamilyen programot,
akkor abban az esetben akkor a hűtő-fűtő klímákkal pillanatok alatt fel lehet melegíteni azt a helységet 20-22 fokra, és a hivatalnál is egy, tehát nem 18 fokon vannak a kollégák, hanem ugyanúgy a kellemes 20-21 fokon vannak, de próbáltunk egy kicsit a gáz helyett a villannyal, tehát hogy inkább befelé a gáz lejjebb tekertük egy kicsivel. Tehát kvázi kiváltani. Igen, és helyette akkor akár hűtő-fűtő légkondicionálókkal, vagy akár ilyen villanyfűtőtestekkel beépítve, tehát hogy egy kicsit úgy, mivel a kedvezőbb a villamosenergia tarifán, és ott a napelemes rendszer is, ezért inkább a villamosenergiát felhasználásával, és akkor ugye a kettőből egy elég jól át tudtuk vészelni ezt a nehéz telet, mert természetesen ne felejtsük el, hogy a telünk is egy nagyon enyhén volt, ha jól emlékszek, most a második legenyhén volt az elmúlt 100 évben a meteorológiai szolgált napokban kijött adat sora alapján, úgyhogy ez is azért sokat hozzátett, hogy kevesebbet kellett fizetnünk, meg fűtenünk, és akkor még ezt finom hangolnánk, hogy a 23-24-es téli szezon is tovább is azért különös megszorítások, meg bezárások, és visszatérek bezárás nálunk, például a könyvtárunk sem volt bezárva, csak amiatt voltunk kényszerből bezárva, hogy egy ilyen intézményváltás, vezető, dolgozói váltás volt, és amiatt volt egy közel egy hónapos bezárás, de nem amiatt, nem annak az okán, hogy most energiát akarunk megspórolni. És január közepétől rögtön már a könyvtárunk is nyitva volt, folyamatosan fogadta az oda látogatókat, a művelődni, ismerkedni jövő lakosokat. Úgyhogy tudtuk fogadni, tehát nem volt ilyen kényszerű bezárás sehol sem. Költségvetés. Ugye elhangzott ez a bűvös szó a legelején, az első mondatomban. Már civil ember azt gondolja, hát leülnek a polgármester hivatalban, megbeszéljék, ennyi lesz a villany, ennyi lesz a gáz, és akkor majd még a többi is. Hát valószínű, hogy ez nem így történik. Ez egy nagyon komoly feladat. Hogyan lehet tervezni? Pontosan az, amit ön az előbb mondott, hogy most ennyi az ár, de várható-e az, hogy drágább lesz? Vagy hogy lesz? Vagy mi az a vonal, amit ilyenkor egy költségvetésnek tartalmaznia kell, egy tól-ig határ, vagy kerekperec, azt mondom, ennyi lesz, ennyit tudok ráadni, és nincs tovább. Ezt hogy lehet tervezni? Egy egész évre hogyan lehet tervezni? Hát ugye a költségvetésnél nálunk itt pont a energiaszerzésekre visszatérve eleve fixára szerzéseink vannak. Tehát az valamilyen szinten ad egy mankót, hogy akkor az stabilan azon az áron fogja a szolgáltató biztosítani az energiánkat és a számlákat is, azt szerint fogja kiszámlázni. Ugye azért látni azt, hogy az elmúlt években is mennyi volt az energiafelhasználás kilowattba, köbméterbe, akkor abból is tudunk kalkulálni, tehát ez könnyebbség. De viszont a legnagyobb ebbe, hogy tartalékkal. Tehát egy költségvetésnek akkor van stabilitása, ha mindig van egy olyan tartalék, ami, hogyha pont ha bármi történik, bejön az, hogy például volt az, hogy kiukadtunk, most konkrétan pont élem, hogy kiukadt az egyik gázkazánunk a hivatalnál, ezért gyorsan szerelőt tudtunk hívni, és ez nem pár tízezes tételről van szó, tehát itt több százezes tételről van szó egy alkatrészcsere, és az azonnal meg kell oldani. De bármi bejöhet, akár az autóknak, akár az épületeknél, tehát bármi olyan helyzet történhet, amit, és akár itt egy hirtelen, nem is az energiaáraknál, de valami eszköz kell vásárolni, meghibásodások vannak, és sajnos mindennek nagyon elmentek az árai, ezért erre a legnagyobb stabilitás az, hogy tartalékkal tervezik a költségvetést. A képviselőtestület pont ezt követve, ahogy tavaly is, meg a korábbi évben is, az idei évben is egy magasabb 50 millió forintos keretet határozott meg, amihez nem nyúlunk, amit mintha egy páncélszekrénybe el volna zárva, csak akkor, hogyha tényleg nagyon indokolt. Tehát most is a költségvetésünknek ez a lába, ez így megvan, hogy tényleg, ha bármi történik, az egy 50 millió forint nem egy kevés összeg, ezért egy 2000 lakosos településnél nálunk, ha bármi történik, akkor az fedezet tud nyújtani, ha váratlan esemény történik. És akkor a másik lába még a költségvetés tervezésnél, hogy a tavalyi évről hogy nyitjuk az évet. Üres-e a január 1-én a kasszánk, vagy van miből indítani az évet? Mert ugye a bevételek
a legnagyobb nálunk a helyi bevétel, helyi saját forrásunk, az iparűzési adóbevétel, amit március 15-én fizetnek első részletben a vállalkozók, és szeptember 15-én a második részletben a vállalkozók. De azt ugye addig március 15-ig ezt valaki kell gazdálkodni, mert az államtól jön havi szinten a normatíva, de ettől függetlenül ugye az nem fedez minden költséget, és ezért például tavaly soha nem volt még cséfaraszton ilyen magas tartalékunk, konkrétan 103 millió forinttal zártuk a december 31-et. Tehát egy stabil évvel tudtunk indulni, ami nagyon megnyugtató akár a tervezésnél is, meg akár tényleg így az ember az, hogy egy település tud működtetni, mert van forrás. És nem csak amiatt van forrásunk, hogy maga a jó az adóbevételünk, hanem a gazdálkodás is úgy van felépítve, hogy akár a képviselőtestülettel és akár nálunk a pénzügyes kollégával is közösen dolgozva, hogy ez a stabilitás továbbra is biztosítva legyen, és felelősen legyen gondolkozva a jövőre nézve is. Tehát, hogy nem a mának élve, hogy na most van forrásunk, akkor gyorsan most beruházunk, költsük, stb., hanem hogy ez így évről évre mindig fel legyen építve, mert hát ugye bármikor lehet váratlan esemény, és sokkal jobb így gazdálkodni, hogy van mihez nyúlni, van milyen forrásunk. Tehát ez a kettőség, ez most megvan a költségvetésben, és akkor ugye emellé jönnek, hogy az állam részéről most 161 millió forint, amit megkapunk normatívát cséfaraszton, ebbe benne van az a közel 9 millió kiegészítést, amit az energia költségek növekedésére kaptunk mi is, és a másik, a mellett ott van a 145 millió forint helyi bevételünk, amiben a helyi iparűzési adó a legjelentősebb összeg, és nálunk egy idő a magánszemélyek részlete egyetlen egy adó, nem van a kommunális adó, az egy 3 millió forintos összértékben. És itt szoktuk még azt csinálni, a korábbi években is ez volt a gyakorlat, hogy az iparűzési adót azt mindig alul tervezzük. Ugye pont azért, hogy a vállalkozóknál május 31-jel adják be az adóbevallást, akkor fog pontosan kirajzolódni, hogy zárták az előző évet, és nem mindegy, hogy akkor most pluszba, minuszba kell-e visszafizetnünk, nem kell-e visszafizetnünk, mégse lesz annyi, és ezért mindig ott alul szoktuk tervezni, most egy 140 millió forinttal terveztük csak be, de például tavaly közel 190 millió forint volt a adóbevételünk. Tehát, hogyha idén megint egy jó sikeres év lesz, mint hogy a tavaly is történt, akkor lehet, hogy megint lesz akár egy 40-50 millió plusz forrásunk, amivel akár ugyanúgy a tartalékot megint fel tudjuk növelni, vagy ahogy tavaly történt, hogy nyáron a kész tervek alapján el tudtuk végezni például az Izabella utca, a Rákóczi utca, Iskola utcának is saját forrásból a felújítását. Hát akkor volt rá forrásunk, és akkor ilyen irányba is el tudtunk mozdulni. Mielőtt átmennék, igen, a beruházások, ez majd egy érdekes téma még a községről, hiszen ott tartok, hogy nagyon sok beruházás indult, de én azért kérdeznék még egyet a költségvetésről. Mennyire nyilvános, vagy van-e olyan fórum, ahol mondjuk Cséfharaszt község lakói mondjuk elmennek, és erről egy beszámolót hallanak, hiszen nagyon fontos, ahol élek, tudjam, hogy abban a községben, városban mi miért és miből történik. Egyes, hogy a képviselőtestületülések nyíltak. Az másképp, hogy kevésbé van hallgatóságra, bár volt már olyan, amikor több hallgató is, lakos is ugye részt vett a testületülésen. Ugye az egyik az, hogy a közmeghallgatást, bár a szeptemberben szokott lenni, akkor ez rendszeresen téma, hogy a költségvetésünk is, meg a beruházások is. De a másik az, hogy nálunk is a cséfaraszt.hu weboldalon, illetve a Nemzeti Jogszabálytárban mindig fent van a költségvetési rendelet. És a rendelethez ott vannak azok a mellékletek, a bevételek, a kiadások, az intézmény működések, a beruházások, a létszám. Tehát ott bárki megtekintheti, mint ahogy minden települését meg lehet tekinteni, ott fent vannak, és ott lehet látni szépen sorban, mint egy ilyen Excel táblázatból, ott vannak, hogy bevétel, hivatal, adóbevétel, állami normatívák, stb. Tehát ott azokat, aki úgymond valamilyen szinten, akár a könyveléshez, vagy a pénzügyekhez ér, akkor az ott szépen végig tud menni, és akkor látja, össze tudja állítani ő is maga, hogy tényleg miből gazdálkodunk, miből, milyen bevételeink vannak, milyen kiadásaink. És akkor jöjjenek a beruházások. Volt-e, van-e olyan beruházás, ami a tavalyi évről áthúzódott? Én emlékszem, hogy központi volt, nagyon kiemelt az utak és a járda. Hogy arról beszélgettünk, hogy ez egy nagyon fontos beruházása volt a községnek.
hogy sikerült befejezni, áthúzódott-e, illetve van-e új része, lesz-e új része? Tavaly évben sikerült befejezni ezeket a tervezett beruházásokat, tehát megvalósult a Kossuth-Lajos utcának a teljes felújítása, a hozzávaló csillagsarki és a községházai buszperonok felújításával. Megtörtént már az előbb említett ugye Izabella utca, Rákóczi és Iskola utcáknak a felújítása a saját forrásból. Adlendre utcának a teljes felújítása az egy 700 méter hosszú utca, ami szélesítésre szegélykővel, annak megtörtént a felújítása, tehát, és a Kossuth-Lajos utcának elkészült a járda felújítása, úgymond első szakaszban, a Jókai utcától a Csillagsarokig tartó szakaszon. Ez, ami egy kicsit elhúzódott, hogy őszben, nyúlóan, késő őszig tartott, úgyhogy, de ez is sikeresen megvalósult. Tehát úgy mondva, amiket terveztünk, azok így mind akár a faluprogram pályázat keretében, mint az Ady Endre utca és a járdafelújítás, mind a saját forrás keretében, mint a amiben a Kossuth-Lajos utcán a buszperonok, illetve maga az utca aszfaltozásába is hozzájárultunk az aszfaltanyagnak, például a költségét mi fizettük, de illetve ott van az, hogy tehát saját beruházásokban is megvalósultak a kis utcák. Tehát minden olyan utca sikerült befejezni, illetve évelején volt még, ugyanis faluprogramban volt, csak 21-ről áthúzódó volt, mert maradt forrásunk, hogy a Deák Ferenc utcában is még a tavasz során be tudtuk fejezni tavaly a focipálya melletti szakasznak is a felújítását, mivel ott a Deák Ferenc utcáról maradt összeg, és akkor tudtuk módosítani az okiratunkat, a támogatási okiratot, és így sikerült azt is még. Igaz, hogy kicsit rá kellett még tennünk saját forrás, de azt is be tudtuk fejezni. Tehát összességében tavaly most számogattuk, közel 150 millió forint összeg, 150-160 millió forint összeget költöttünk beruházásra, amiből egy 60 millió forint volt, ami támogatás, tehát itt a faluprogram támogatás összege, és a többi az mind saját magunk tettük össze. És hogyha így megnézzük, hogy mennyit tettünk hozzá, közel 100 millió, 90 millió forintot saját forrás, és még ennek ellenére is maradt 103 millió, tehát úgy gondolom, hogy ennél rosszabb évünk soha ne legyen, mint a 2022-es év volt. Független attól, hogy háborús helyzet, energiaválság, Covid-ból futottunk ki, de tényleg egy nagyon jól sikerült év volt, úgyhogy reméljük, hogy a folytatás is ebbe az irányba fog mutatni. A saját beruházásnál, én emlékszem, egy parkolóra beszélgettünk róla, hogy az iskola mögötti rész, akkor még terv volt, akkor ez is benne van? Vagy ez majd ez terv volt, és ez mondjuk az idei költségvetés tervezés alatt, és azt szeretné a község még megcsinálni, vagy szeretné, hogyha az elkészülne? Igen, a 2023-as évre tavaly ősszel elkezdtünk a tervekkel készülni, tehát a testület már előre látóan, ugye ha terv megvan, akkor utána azt bármikor elő lehet venni a fiókból, pályázatokhoz be lehet adni, vagy amikor így bejönnek azt, hogy látjuk, hogy mégis jól sikerül az év, és akkor van megfelelő saját forrás, akkor el tudunk indulni, hogy a tervek alapján el tudjuk indítani a beruházásokat. És el is készült az iskola mögött az Ady Endre utcának a parkoló kialakítása. Most csak annyi történt, hogy így murvával meg el lett simítva az a terület, de az egészségháztort, az iskola mögötti részt szeretnénk egy díszburkolatos parkolót kialakítani, egy kis parkrésze, egy-két paddal, szemetessel is, hogy akkor, ha a szülők például ott válnak, akkor le tudjanak ülni, a gyerekeket még megvárják az iskola végén. Úgyhogy ez a terv elkészült. Faluprogramban nem szokott ilyen pályázat lenni, kimulottan ilyen parkoló felújítása vagy kialakítására, úgyhogy ezt inkább saját forrásba tervezzük. Úgy van, hogy ahogy említettem, hogy május 31-jel érkezik be az iparűs adóbevallás, akkor már teljes volumenében fogjuk látni, hogy mennyi lesz az éves adóbevételünk. Ez a 140 millió forinthoz képest több, és esetleg mennyivel több, mert én bízok benne, hogy ez így fog kijönni, ez a számszakilag, és akkor júniusi testületülésen tudunk dönteni, hogy na, akkor elindítsuk ezeket a beruházásokat, és akkor így a nyár vége felé meg tudnak ezek valósulni. Tehát ez az egyik ilyen, ami kimortan terv.
És hogyha most tovább haladunk, akkor még esetleg ilyen, ami elkészült terveknél, a járdát azt mindenképpen szeretnénk a Kossuth-Lajos utcán folytatni, a terv ott is elkészült. Itt Magyar Falu Program pályázatra várunk, bízok benne, hogy tavasz során meg fognak jelenni a pályázatok, ahogy szoktak a korábbi évekhez hasonlóan, és akkor itt majd az összegtől is függ, mert eddig 10 millió forint volt a járdaépítésnél a pályázati összeg, tavaly is sem fértünk be ebbe a keretbe, úgyhogy saját részt tettünk hozzá. Most meglátjuk, hogy ha tényleg marad ez az összeg, akkor lehetséges, hogy két részre bontjuk ezt az egy kilométeres szakaszt, és akkor 23-ba csináljuk meg az egyik felét, mondjuk az Izabella utcai torkolatig, a Jókai utcától indulva, és akkor 24-ben meg a másik felét, de illetve még attól is függ, hogy esetleg a pályázati összeg változik-e, hogy magasabb lesz-e, mert azért nálunk a Kossuth-Lajos utca, ez egy hosszabb utca, tehát nem egy rövid szakaszról volna szó, erre készülünk. A Gyöngyvirág utcának pedig az első egy olyan 30 méteres szakaszát szeretnénk felújítani a Kossuth-Lajos utcai torkolatból elindulva, mert ott egy eléggé szűk teherautók fordulnak ki, mert van egy ilyen élelmiszergyártó cég abban az utcában, és van egy minimális teherautóforgalom is, meg szűk is az az utca, nehezen belátható, amikor a Kossuth-Lajos utcáról befordulunk, ezért azt szeretnénk kiszélesíteni abban az első 30 méteres szakaszban szegélykővel, hogy a útszélét ne törjék le a nehezebb autók, és ezt is falu programba szeretnénk beadni, és meglátjuk, hogy milyen lehetőség lesz rá. Úgyhogy ez a három, amivel mindenképpen tervileg készültünk, és természetesen ugye a fő attrakció, ha így is mondhatom, a legnagyobb beruházásunk a mini bölcsöde, ami végre már ugye tavaly januárban indult a pályázat, már ugye 2021 őszétől elindult maga a szokásos, először a tervhez szükséges pályázatot kellett megnyernünk és nyertük meg, mert még a tervet sem a saját forrásból készítettük, hanem a Pest megyei önkormányzat által kiírt pályázaton nyertük meg, tehát az se került pénzbe. Ugye 22. januárban kiírásra került a pályázat, beadásra került a pályázat utána, és akkor ennek volt egy után sikeres pályázat, és akkor most egy tervkészítés, engedélyeztetés, és most már abban a fázisban vagyunk, hogy ha minden igaz, most március második felében már a kivitelezéshez szükséges tehát kivitelező kiválasztása, a tendereztetése történik majd meg, és akkor ha minden jól megy, akkor még talán a tavasz, még nyár előtt, akkor az alapmű letétele ténylegesen már a megvalósítás útjára lépünk, és akkor ugye ez egy év alatt kell, hogy a kivitelező elkészítse, és továbbra is én ebbe a területen, ebbe optimista vagyok, hogy még lesz egy használatvétel engedély és eljárás, de hogy 24. szeptember 1-től már tudjuk fogadni a kisgyerekeket a új intézményünkben, a bölcsödében. Itt van egy olyan, hogy mivel nem pont a telekhatárra épül a Kisfordi utca végén a focipályánál a bölcsöde, hanem adta egy 30 méterre beljebb, ezért hogy egy köztes összekötetés az út, a közműveket a telekhatáron belülre készülnek a közmű csatlakozások, a víz, csatorna, elektromos áram, ezért ugye még ott kell egy összekötetést készíteni, amit terveztetni kell, meg az lesz egy saját beruházás. De mindenképpen az a célunk, és itt akkor megint előjövök az 50 millió forintos tartalékkal, hogy ugye még nem tudjuk, hogy a kivitelezők milyen összeggel fognak most pályázni majd a közbeszerzési eljárás során, ezért hatodik, ha szakad, akkor is azt be kell fejezni. Tehát, hogyha ott van eleve benne egy 15 millió forintos tartalékkeretösszeg is, ha szükséges, és azon kívül is utólag lehet lehívni tartalékot, de ugye attól mi meg kell finanszírozni előre. De ez lehet, hogy nem feltétlenül a 23-as költségvet is fog érinteni, ugye a beruházás 24 tavaszáig körülbelül el fog húzódni, de ettől is kell, hogy legyen, erre is kell, hogy legyen összegünk, úgyhogy ez a legfontosabb, mert azért az, hogy egy új intézményen gazdagodik egy település, az szerintem egy nagyon fontos, meg maga így a települést is így látni azt, hogy mi fejlődünk és haladunk előre. Mikor beszélgettünk, akkor ott tartottunk, hogy várjuk az engedélyt. Hát ahhoz képest nagyon felgyorsultak a folyamatok, ahogy így hallom, és kívánom, hogy sikeres legyen. De egy picit, én nagyon figyelem Önt, és nagyon koncentrálok arra, hogy a néző is értse ezt a dolgot. Tehát van egy beruházás,
ami lehet, pályázat. Mondjuk a pályázat biztosítja azt az összeget, amiben az a beruházás kerül. Egy, kettő. Van egy pályázat, ahol nagyon oda kell figyelni, mondjuk, mert az önkormányzatnak kell, hogy legyen önrésze. Beruházás három, az önkormányzat figyel arra, hogy legyenek olyan tartalékai, amivel szépíteni, újítani, mássá tudja tenni a községet. Jól értettem ezt a három vonalat? Mert ez óriási nagy munka, tehát azt figyelni, hogy mit tudunk tenni a községért, valóban, hogy ne csak óvodánk legyen, ne csak iskolánk legyen, hanem a kis picurkáknak is legyen, hogy a bölcsödétől el tudjanak indulni, és a szülők, uram, bocsánat, el tudjanak menni dolgozni. De jól értettem ezt a három vonalat? Igen, igen, tehát a pályázat során ugye vannak azok a pályázatok, ahol 100%-ba megvan finanszírozva, tehát úgymond az önkormányzat valamilyen szinten kényelmes lehet, mert nem kell belefektetni összeget. Ez a bölcsőde, ez kimondottan 100%-os támogatású, de ugye itt annó a tervező kalkulált egy összeget, hogy na ez mennyibe kerül, és azzal az összeggel pályáztunk. És ugye így kaptuk meg, tehát úgymond előre kapunk egy összeget, ami nem tudjuk, hogy majd a tényleges piaci szereplők, amikor beadják a közbeszerzésnél az eljárás során, vagy amikor az eszközt megveszük, a bútrokat megveszük, a szőnyeg, a konyhába, az edényeket, a kanalasat, hogy ez ténylegesen mire oda kerül a sor. A pályázat benyújtása, ami 22. januárban volt, ahhoz képest mondjuk a 24 tavasz, amikor megveszük a utolsó kanalat, hogy ez mennyi lesz. Tehát elméletileg bele kell, hogy férjen, de a gyakorlatban, főleg ilyen inflációs nyomás mellett, ez még kérdéses. Na most ugye erre van egy tartalékkeret beépítve, és erre van az, hogy az önkormányzatnak kell, hogy legyen tartalékösszeg, mert sajnos a környező települések is volt olyan, ahol pont a Covid miatt elhúzódott egy kicsit ez a közbeszerzés kiírása, vagy az, hogy elindítsák a folyamatot, és emiatt már nem fértek bele abba a keretösszegbe, és sajnos volt, hogy vissza is kellett adni a pályázati támogatást, mert nem tudták megvalósítani, mert nem volt saját részük. És ugye vannak azok a pályázatok, aminek szükséges önrész, de például a faluprogram az nem ilyen, most már meg az uniósok sem ilyen, de a faluprogramnál például mi az elmúlt években, vagy akár például a belügyminisztérium pályázatban volt a Petőfi utcának is a felújítása, mi azért mindig többre gondolunk, meg nagyobb léptbe gondolunk, mint amennyire a pályázat összeg. Mert lehetett volna például az Adnerdő utcánál is 45 millió forintot nyertünk meg, de viszont valóságban 56 millió forintba került az egész beruházás. Hát még egy 11 milliót el kellett tenni. De mi úgy gondoltuk, hogy nem csak azt csináljuk, hogy leaszfaltozzuk a meglévő utcát, úgymond friss aszfalta felújítva, meg a szegéllyel, meg kijavítva, hanem akkor igenis szélesítsük már ki a Vasadi úttól bekötő részt, meg tegyük már a szegélykövet és az út szélre, hogy ez szépen egy mutatós, egy stabil, hosszú távon működő utca lett. Konkrétan ez a különbség, ez pont a szegélykőnek az árából jön ki. Tehát mondhattuk volna azt, hogy a szegélykövet nem csináljuk meg, beleférünk a 45 milliós pályázatba, de mi ezen túl gondoltuk. Vagy inkább hosszú távra gondoltuk el, tehát hogy saját... Lehet azt mondani, hogy merünk nagyot gondolni, és így tervezzük a költségvetést? Igen, igen. Tehát, tehát inkább így gondolva, mert ugye ami ma költségösszeg, az nem megy az később is. Például az Adnerdő utcának, hogy betettük azt a szegélykövet, lehet, hogy 10-15 évvel is meghosszabbítottuk az útnak az élettartamát. És akkor nem az hogy 15 év múlva újra kell aszfaltozni, mert a széle letöredezik, hogyha mondjuk, vagy pont a szűkebb részen, hogy két autó nem fér el egymás mellett, mikor haladnak, le kell az egyiknek húzódnia, vagy mind a kettőnek kicsit le kell húzódnia, akkor ugye egy idő után letöredezik a széle. Akkor lehet újból megint felújítani az út. És nem ide, hogy mondjuk 15 év újítom fel újból, vagy 30 éve. Tehát, hogy azért itt ez az, amivel most többet költünk rá, de az még mindig sokkal kevesebb összeg, mint hogyha újból felújítást kéne rövidebb időn belül megcsinálni. Tehát, hogy mi ebből a szemlélettel gondoljuk, illetve a másik az, hogy valamilyen szintén egy hálózati koncepción is végigmegyünk, hogy például az Adnerdő utca az, hogy végig ki van szélesítve 5 méteres szélességre, van a utca végén a Jókai utca, a szintén 5 méter széles, így egy alternatívát jelent a Kossuth-Lajos utcán, mint a fő közlekedési útunkra, hogyha bármilyen, akár rendezvényt tervezünk, vagy bármi történik, akkor van egy idéglenes terelési lehetőség, ami úgy le lehet bonyolítani ott a forgalmat, hogy nem okoz zavart, hogy ott a hirtelen a szűk utca miatt.
És a Petőfi utcának még szintén ezért volt az, hogy a buszforduló után még 2021-ben kiszélesítettük, az is egységes 5 méterre, hogy később tovább gondolva, vagy például a buszt még újabb 500 méterre kijebb lehetne hozni a falu szélére, mert ott még vannak külterületi lakóingatlanok, és akkor egy buszfordulót majd egy következő lépcsőfokban, de akkor már az út alkalmassá van téve rá. Tehát, hogy azért mindig egy kicsit tovább gondoljuk, tehát mi nem csak felújításban, megújításban gondolkozunk, hanem ténylegesen ez egy fejlesztést legyen, ami többet ad a településen az eddigiekhez képest. És akkor ugye így próbáljuk összerakni az erőforrásokat, és ezért köszönhető az, hogy az állam részéről így kapjuk ezeket a támogatásokat, mert akkor a saját részünket is beadva nagyobbat tudunk létrehozni. Nagyon jó koncepció. Mennyire megy vita nélkül? Erre a nézők mindig nagyon kíváncsiak, hogy mennyire egyszerű ez, vagy jaj, de izgalmasa van egy kis vita benne. Mennyire mennek ezek a nélkül, polgármester úr? A képviselőtestületnél ezekben a területeken nincs szerencsére vita, mert őszinte legyek, ugye ha egy faluban arról van szó, hogy megvan a forrás is, akár ott a támogatás is mellette, akkor miért ne? Tehát, hogy akkor mi hátráltatná azt, hogy most akkor egy ilyen jobbat, szebbet, nagyobbat valósítsunk meg. Tehát, hogy végül is ebbe szerencsére, ugye az, hogy így megvannak a források, ez sokat jelent, hogy a viták szempontjában, mert nem kell azon sakkoznunk, hogy most akkor ide rakjuk, ez legyen a prioritás, legyen a prioritás, meg azért a képviselők is látják, meg elég jó átbeszéljük ezeket a dolgokat is, hogy tényleg mi miért, milyen lépcsőfokozatban valósítunk meg, hogy most igen, most ezt most nem lehet, tegyük át jövőre, vagy milyen ütemezésben, és akkor így ez egy jó le van tárgya, át van beszélve, tehát hogy nálunk ez elég jó működik ez a dolog a testületben. Kicsik, voltunk a bölcsedénél. Haladjunk az időben. Óvoda. Fiókban a terv, vagy kikerül onnan, mert én emlékszem, beszélgettünk arról, hogy kész van, de még a fiókban várjuk a pályázatot. Beszéljünk egy kicsit az óvodáról. Hát az óvodánál most a fiókban van, de bármikor elővehető, ugyanis most abban, hogyha a bölcsöde jövőre meg tud valósulni, jövő szeptember, egy pici terhet levesz az óvodáról is, mert akkor a kisebbeket, ugye például úgy szoktuk mondani, hogy két és fél éves, tehát aki szeptember egyig nem tölti be a 3 éves életkort, ezért ugye ő esetében, az a gyermek esetében nem kötelező óvodáztatni még, csak majd következő évben, de ugye a szülőnek a terhe meg már ott van, mert ugye már lejárnak a gyer, tehát azoknak a család támogatások. Úgyhogy ezért volt régen, mikor volt kapacitás, volt hely, hogy felvettük már például, aki novemberben, decemberben töltötte be a 3 éves életkort, a kisgyermek, akkor őket is felvettük. Na most ez már nem működik, mert olyan, tehát 100%, mondhatni 100%-on megy már az óvodánk, úgy 100%-on, hogy a képviselőtestület dönt minden évben a 20% ráemelésnek a lehetőség, tehát így 30 főig lehet a csoportban a gyerek létszám, de írásul még vegyesen is van, mert ugye sakkozunk a 3 csoport között, hogy valaki nagy csoportban van, valaki középsőbb, és akkor a középsőből fog elbalagni majd, mert hogy így próbáljuk, hogy megfeleljünk, mert tényleg annyira tele vagyunk, és azért hála Istennek, most a védőnő is mondta, hogy jelenleg 17 várandós kismamánk is van már Cséfalaszton, és akkor még év elején tartunk, tehát hogy már bőven ott lesz, hogy éves születésszám már egy csoport fölött is lehet akár, mert a bölcsődé pályázat és 27-28 volt az éves születésszám. Tehát úgyhogy az óvodánál mindenképpen szükségünk lesz pályázati forrásra, mert azért mi nem csak az, hogy egy csoportszobával bővítjük, hanem akkor már legyen egy tornaszoba is. Tehát olyan, mintha két csoportszobával bővítünk, tornaszoba is hozzá az öltözőhelység, akkor legyen egy logopédiai szoba is külön, tehát hogy így a megfelelő foglalkoztató helységek, meg egy teraszrész is. Tehát ez egy nagyobb volumenű bővítés. Ez megint abból ered, hogy hosszú távra gondolva, hogy költözünk be a faluba is, egyre többen, egyre több ház épül. Tehát ez lehet, hogy 10 év múlva még több gyerek lesz, vagy még 5-10 év múlva is szükség van rá, és ezért mindenképpen nagyobb léptékben gondolkozunk. És ez egy olyan 150-160 millió forintról volt szó tavaly, és körülbelül kalkulálva, ez a bővítés, ugye itt is akkor berendezés, bútorokat kell venni hozzá, és 110 milliós volt a Magyar Falu Program pályázat, ami tavaly sikertelen volt.
Hát idén meglátjuk, mert ugye itt van az, hogyha ha nem tudná lefedezni a pályázat a teljes összegét, akkor most megint az van, hogy a különbséget az önrészből hozzá fogjuk-e tudni tenni, vagy nem. Tehát, és akkor itt a bölcsödére visszakanyarodok, az elsőbség a bölcsödének van. És akkor lehet, hogy idén is még a fiókba fog maradni az a pályázat, és azt mondjuk, hogy akkor 24-et megvárjuk. Azért most figyelnünk arra is, hogy a kormány át és ez a rezsi támogatások, az elszállt rezsi árak miatt, ugye ott is azért látjuk azt, hogy a költségvetésben is kevésbé várhatóak olyan impozáns támogatások, mint például ami volt a 22-es évben, de bízunk benne, hogy akkor legfeljebb a 24-ben. Tehát lehet, 24 egy olyan lesz, hogy na, elkészül a bölcsödénk, és közben meg indíthatjuk az óvodát, ami valamilyen szinten munkaterhelés szempontjából még optimálisabb is lesz, hogy akkor nem egyszerre két intézmény lesz feldúrva, de bízunk benne. Tehát előbb-utóbb én remélem, hogy meg fog tudni valósulni, meg szükség lesz rá. Tehát látjuk azt, hogy erre szükségünk van Cséfaraszton. Egy község életében mindig nagyon jó hírek. Azok a hírek, hogy beköltözők, kismamák, gyerekek. Lesz bölcsöde, bővül az óvoda, lesz új csoportszoba. Beszéljünk egy kicsit az óvodapedagógusokról, hogy ott, hiszen tudjuk, és sokan tudják biztos a nézők közül is, hogy okoz gondot most akár az óvodákban, akár az iskolákban, ha kimondjuk, ha nem bizony a pedagógus hiány. Önöknél mi a helyzet? A pedagógusoknál jó, egy kellő támogatás volt az, hogy délután most már nem kötelező óvodapedagógusnak lenni, ugye csak a délelőtti foglalkozásnál, és így nem kell, nincs szükség, tehát úgymond tudjuk megfelelően üzemeltetni az óvodákat, mert nálunk is most már van pedagógiai asszisztensek, vannak a dajkák is, vannak az óvodapedagógusok. Tehát így akkor kicsit a terhelés változott. Abban a szempontból a beköltözők, az olyan gyümölcse van annak, hogy most több fiatal óvodapedagógusunk is költözött Cséfalaszra. Szerencsés. Aminek most jelen pillanatban kevésbé érezzük a pozitív hatását, mert hogy megszülettek ott is, vagy születnek a kisgyermekek, ezért aktívan nem dolgozunk, de ettől függetlenül már dolgozunk létszámában benne van. Tehát így jövőre nézve nekünk egy előnyös helyzet lesz, mert egy Cséfaraszton lakó fiatal óvodapedagógus lesz, tehát hosszú távon akkor az óvoda működését fent tudjuk megtartani. Most ez a rövid távon, ez a elkövetkező 2-3 év, ami egy feszesebb, de úgy néz, hogy ebben is vannak pozitív elmozdulások, mert abban azt látom, hogy olyanokat sikerült most foglalkoztatnunk, akár pedagógiai asszisztensben, akár dajkánál is, akik előre gondolkoznak, és például elindítanak egy óvodapedagógus is főiskolai képzésen elindulnak, és akkor tehát ez is egy plusz lehetőségünk lesz. Úgyhogy talán egy picivel bizakodóbb vagyok, és a képviselőtestület döntött arról is, hogy a juttatásokat felülvizsgálja. Például most januárra visszamenőleg lehetséges volt, hogy a bejárásnál 30 forint kilométer díjat adjuk, aki autóval jár be. Mi ezt a kúgy is készítettük el. Pont a költségvetés februári elfogadás előtt már kijött ez a kormányrendelet január végén, akkor rögtön a számokat is már nem a 15 forint kilométer, hanem a 30 forinttal. Mert is egy plusz, ugye, aki nem Cséfalaszton van, környékről van. Kafetériát például már tavaly felemeltük nálunk egységesen 200 000 forint az éves kafetéria keret. A ruhapénz, azt például a minimálbér százalékához kötöttük, akkor az megy fölfelé. És a képviselőtestület tavaly szeptemberben, ez már kicsit lekövetve a környék településen is ez már működik, hogy egy plusz bérpótlékot adott külön a pedagógusoknak, egy bruttó összegű havi bérpótlékot, külön a dajkákat, a pedagógiai asszisztenseknek, tehát ez is még egy plusz juttatás. Tehát, hogy ezeket így számba véve, kedvezőbb a felnőttek és az ott dolgozónak is van, a tarifálisan kedvezőbb a étkeztetésük is. Tehát ezeket elemeket összeadjuk, talán így egy kicsit versenyképesebbek vagyunk, mert ezt többször elmondtam már korábbi adásokban is, hogy valamilyen szinten most az óvodapedagógus ez egy munkaerőpiaci verseny, mint ahogy most minden más, akár vállalkozó, gazdasági szereplő is ugye versenyez sok esetben a dolgozókért, hogy olyan ajánlatokat tesz, hogy ő hozzá csábítja, inkább önmagához csábítja. Most ugyanez az óvodapedagógusoknál, mert itt a környéken most mindenhol fejlesztik az óvodákat, nő a lakosságszám,
Tehát most egy kicsit úgy kell pozícionálni a településünket, hogy ha főleg, ha mondjuk valaki autóval jár be valahol, akkor lehet, hogy számogatja, hát akkor lehet, hogy itt egy kicsivel jobb. Meglátjuk, hogy ennek így milyen eredménye lesz, de úgy látom, hogy talán egy kicsit ez elindult, és talán így jól fog alakulni. Tehát most jelenleg már bizakodóbb vagyok, hogy jó fog alakulni már a létszámgazdálkodás az óvodapedagógus tekintetében. Ez lett volna egyébként a következő kérdésem, és itt nagyon figyeltem önre, hogy sorolta, hogy mi van a költségvetésbe betervezve az óvodapedagógusoknak, vagy most teljesen mindegy, hogy pedasszisztens, vagy hogy hívták, akik ott abban a közintézményben dolgoznak. Hát ez nagyon elismerésre méltó. Egyrésztből szerintem azért, mert ezzel nem csak azt mutatja a község, hogy szükség van, hanem el is ismerem a munkáját. És én azt gondolom, hogy ez, ha valamikor most nagyon lényeges, hogy elismerjük azoknak a munkáját, akik azért a jövő nemzedéket nevelik. És csak itt akarom még kiegészíteni, hogy például a költségvetés, már eleve úgy terveztük meg most a pénzügyi bizottság javaslatára, hogy azért nálunk minden évben volt úgymond 13. havi juttatási november hónapban, most már bele is tettük a költségvetésben, hogy így lássuk tisztán a számokat, hogy a tartalékunk megvan-e, hogy áll össze a költségvetés. Tehát lényegében most ez is már benne van fixen. Természetesen évközben még, ha valami havária helyzet következik, akkor ugye nem feltétlenül, akkor ahhoz hozzá lehet még nyúlni, de ezt nem tervezik, mert minden évben azért úgymond egy havi jutalmazás, 13. havi bért megkaptak a dolgozók is. Tehát azért ez is egy plusz motiváció részükre is. Nagyon sok mindent kapnak, de van egy szerintem nagyon nehéz helyzet az is, mert oké, bejárnak és megkapják a 30 forintot, de esetleg szolgálati lakás, esetleg van-e a községnek, vagy tervezik-e, van-e tervben, hogy ezzel is segítsek mondjuk a pedagógusokat? Most természetesen egy picit hagy vonatkoztassam az iskolákra is, jó? Tehát ne csak feltétlenül az óvodára. Tehát van-e ilyen a községben, vagy terveznek a jövőre nézve ilyet? Szolgálati lakásban gondolkoztunk az elmúlt időszakban is. Konkrétan a háziorvosi rendelőnknek a tetőtere az annó úgy lett statikailag is, meg műszakilag is megtervezve, és utána már meg is építve, hogy ott a tetőtéren szolgált lakás kialakítható legyen. Két szolgált lakás. Akár háziorvos, akár pedagógusok részére. Most a terveket kellene elkészíteni, mert konkrétan maga a tetőtér beépítésnek a tervezése nincs meg. Ott van egy ilyen szellemi jog, hogy aki tervezte az épületet, ugye annak van egy joga is, hogyha bármilyen bővítményt, hozzáépítés, stb. Szeretnénk, akkor ugye neki van egy szellemi joga. Ezt kezdtük el felkutatni, úgyhogy tehát ebben az irányban gondolkoznánk, hogy legalább ott is a terv meglegyen, mert szolgált lakásokra is vannak pályázatok, akár orvos, akár bármilyen közalkalmazott közviselők részére szoktak lenni pályázatok, csak most egy kicsit ez a szellemi jog miatt vagyunk még elakadva, vagy felkutatni, hogy tényleg ki tervezheti meg, vagy hogyha nincs már jogutód, aki ezt tervezheti, akkor annak a szükséges dokumentum, hogy akkor más meg tudja tervezni. Tehát mindenképpen van egy ilyen gondolkozás, hogy akkor a szolgálati lakásunk legyen ott kialakítva. A egy legalább, de a kettőt lenne jó, mert maga, mivel azért egy tető alatt lévő épület, a födén megvan, a fűtés elem úgy lett olyan teljes, mint kazánnal, tehát úgymond válaszfalakat kell beépíteni, a szükséges szociális helység, vizes blokk, konyharészt, ami azért nem annyiba kerül, mint egy teljes új épületet építenék, tetőn kell ugye tetőablakokat például föltenni, úgyhogy van ilyen tervünk, meglátjuk, hogy mennyire van szükség rá, de bízok benne, hogy ez is meg fog tudni majd valósulni a közeljövőben, csak itt is a terv legyen meg először. És ha már orvosi rendelő fölött a szolgálati lakás kialakulása majd, orvosi ellátás, halljuk a hírekben, hogy átszerveződik az orvosi ellátás, a házi orvos, az ügyeleti rendszer, a védőnői rendszer. Önöknél mi várható, mi lesz más 2023-ban? Hát ugye Cséfarasztan, annak ellenére, hogy 2000
most konkrétan már 2121 állandó lakosú település, két házorvosi körzetünk van. Ami azért, ha megnézzük a környék települését, azért nem gyakori, főleg ilyen nagyság esetén, de annó az önkormányzat, mikor meglépült, és ez pályázati pénz is volt benne, ez az orvosi rendelő, akkor eleve két orvosi rendelő van benne, van a fogászat, meg van a védőnői szolgálat. És akkor van még egy kis, a labonásnak is van egy kis helysége, tehát erre lett felépítve, úgy lett kialakítva, akkor még az önkormányzatnak volt joga a közethatárokat kialakítani, ami most sajnos január 1-től már elkerült az önkormányzattól, ez volt az egyik változtatás. Tehát jelenleg most még működik a két házorvosi körzet feladatellátásban, az önkormányzat kiadta ezt a feladatot, működik a védőnői szolgálat is, és természetesen ott van a fogorvosi szolgálat. Nálunk Csíkfalaszton van helyben fogorvosi szolgáltatás is. És akkor ott van még a laboráns szolgálat. Hétfőn meg csütörtökön reggel ott helyben van, akár vérvételt is minden ott végeznek. Na most, hogy milyen irányba fog változni? Most a körzet határnál nem tudom, hogy fogják-e szűkíteni például, vagy az orvost el fogják-e vezényelni. A feladatállátási szerződés is nálunk van, úgyhogy bízok benne, hogy nem. Csak például, hogyha az orvos praxis akarna átadni, mert az egyik az már egy idősebb orvosunk van Csíkfalaszton, és akkor ott, hogy ott milyen szinten tudnak belenyúlni, hogy akkor a praxis leépítik, megszüntetik, átalakítják, mert hogy itt már van másik is. És a védelmi szolgálat is kérdéses, hogy pont Csíkfalaszt, hogy ilyen magas a születésszám, sok a várandós kismama, tehát hogy a védelmi szolgálatnál, mivel július 1-től már nem nálunk lesz, nem a mi csúnyán fogalmazva alkalmazottunk lesz, mert ugye ő mégis nem alkalmazott, hanem ugye egészségügyi szolgálati jogviszonyban van, hogy ő hogy fog itt elvezénylődni, mert ugye több településen van hiány ebből, és azt mondják, hát ide nem kell ennyi óraszámba, elég fel annyiba, és akkor ami meg a juttatásra visszakanyolnak, az óvodánál azért mi mennyi juttatást tudunk adni, akár a kafetéria, akár a telefon, a mobiltelefon, az étkezés, stb. Ezek mind elkerülnek tőlünk, és akkor lehet, hogy a védőnünk azt mondja, hogy hát akkor ő már onnan a kórházi főigazgatóságtól nem kap annyi juttatást, nem, akkor már. Tehát, hogy egy kicsit ebben van egy félszünk, hogy egy kiépült jó infrastruktúra van, egy megfelelő egészségügyi ellátás Csíkfalaszton, és az mennyire fog csorbulni. Én bízok benne, hogy azért negatív irányban nem lesz változás, mert hisz a legdrágább eszköz az, ami áll és nincs használva. Tehát, hogyha most ott lesz üresen egy orvosi rendelő, amit ugyanúgy az teljes épületet fűtjük, akkor az egy kidobott pénz, miközben ugye a falat fel van szerelve, eszközök ott vannak, és az önkormányzat ráadásul ezt tudja is pótolni az eszközöket, ha szükséges, ugye bármilyen berendezésben. Tehát én azért, ami jól működik, az elméletileg nem fog elromlani is. A házorvos ügyletbe, ami lehet, hogy december 1-től fog belépni, mert most ugye az információ, hogy az ország két vége felől haladunk befelé, és Pest megye lesz az utolsó, ahol átalakul ebbe az új rendszerbe. Ott a változásnál részben azért nem lesz változás, mivel a járási központ, ami esetben ugye Monor lesz az ügyeleti központ is, ez most is így van Csíkfalaszt esetében, tehát így, aki fel akarja keresni ügyeleti időben a háziorvost, vagy ki kell jönnie az orvosnak, akkor az távolságilag nem fog változni. Ami változhat viszont pont emiatt, hogy esetleg a leterheltsége, mert ugye most Pirisen is van, Gyömrőn is van, tehát hogy jobban megosztik ezen a területen a ügyeleti ellátás, most hogyha koncentráltabb lesz, akkor vélemezhetően túlterheltebb is lesz. De mivel Pest megye a legnagyobb megyénk, vagyis Pest vármegye a legnagyobb most már, több mint 1,3 millió lakossal, ezért bízok benne, hogy mire ide érünk addigra, meg lesznek azok a tapasztalatok a többi vármegyékből, hogy ez hogy működik esetleg, hol kell javítani, hol kell igazítani, hogy mire ide ér sor, akár december, vagy lehet csak januárban lesz, addigra már tényleg egy jól kiforrott rendszer lesz, és ez jól fog működni a továbbiakban. Önkormányzat szempontjából egyet fog jelenteni, hogy jelenleg az orvosügyeleti rendszer az nem 100%-ban tudja az állam finanszírozni, mivel ugye a bérköltségek, a szükséges üzemeltetési költségek magasabbak, ezért minden önkormányzat lakosság szám alapján hozzájárul. Nekünk Csíkfalaszt esetében havi szinten több mint 110 ezer forint, 111 ezer forint körül van. És ez az összeg július 1-től még magasabb lesz, közel 180 ezer forint. Tehát ez az összeg, amit
úgymond valamilyen szinten mi meg fogunk tudni takarítani, mert ténylegesen ez a költségünk már nem lesz nálunk, mert nem nálunk lesz az orvosügyelet, mint kötelezettség is a jövőben. Ön szerint várható-e, vagy várható-e egyeztetés? Tehát ha ez átszerveződik, és azért ez érinti a község lakóit, hát hogy ne érinteni? Ez egy nagyon fontos kérdés az egészségügy. Főleg így, hogy ilyen ellátás, vagy fogorvos, védőnő, két háziorvos. Ön szerint várhatóak egyeztetések? Tehát megkérdezi majd azt valaki, hogy itt volt a határod, ez volt a területed, ez nem, akkor én most teljesen más csinálok. Várhatóak egyeztetések, vagy azt mondják, hogy holnap utántól esetenként úgy lesz? A törvényben benne van, hogy az önkormányzatok ki kell kérni a véleményt, de döntést nem mi hozzuk meg. De most véleményt azért akár itt a iskoláknál, felvételi körzeteknél is mi mondunk véleményt, de maga a döntést nem mi hozzuk meg. De azért bízok benne, hogy ami működik, akkor csak nem fogunk abba az irányba menni. Meg mondom azért, itt Pest vármegye, azért egy 1,3 millió emberről van szó. Tehát nem lehet egy az egybe lemásolni ezt a rendszert, mondjuk akár egy Békés vagy egy Szabolcs, ahol kevesebb lakos van, szétszórtabb, tagoltabbak a település szerkezetek. Itt azért koncentráltan vannak nagyobb lakónépességű települések, főleg itt Budapest és környékén, ami azért teljesen más ellátást igényel, és főleg az, hogy itt fiatalodik a település, nálunk a Cséfasztusra indultunk a Korfába egy fiatalodás irányába, teljesen más a egészségügyi ellátást igényelnek, mint egy idősebb vagy egy ritkánban lakott településen lakók. Meg azért azt, talán gondolhatjuk azt is, hogy bízhatunk abba is, hogy ha át is alakítják a rendszert, jó, van véleményezés, döntési joga másnak van, de hát csak egy-két év elteltével gondolom lesznek olyan átbeszélések, megbeszélések, amikor látják, hogy nem, vagy az önkormányzatok, hogy igen, hogyan igen. Működik, kell-e segítség, mit kell visszaállítani. Én gondolom, hogy azért az önkormányzat nyitott szemmel fog járni, és természetesen figyeli ezt. Ugye jól gondolom, hogy ez egy ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom, mondhatjuk azt, hogy képlékeny dolog? Igen, mert nem látjuk még annyira tisztán, hogy tényleg, tehát milyen irányba megy ez a változás. Értem én, hogy most, hogy ugye az oktatást, bár az óvoda meg a bölcsödét nem, de például az iskolai oktatást az már teljes külön az államhoz került át, mint feladat, és az egészségügy ellátásban is próbálnak egy kicsit, hogy az is abba az irányba menjen át. De ugye itt is azért van egy kettőség az iskoláknál, és meg az, mert vannak igen azok a települések, akik nincsen saját források, hogy olyan színvonalon tudják fejleszteni akár az oktatásokat, akár az egészségügyi ellátást, de vannak olyan települések, akik igenis hozzá tudják adni azt a pluszt, amivel egy színvonalasabb egészségügyi vagy oktatási ellátást tudnak biztosítani. Ugye emlékszik, hogy iskoláknál is voltak olyanok, ahol nem akarták elsőnek átadni, amikor 10 évvel ezelőtt volt ez az átalakítás az iskoláknál is. Ettől függetlenül természetesen mi is az általános iskolánkhoz, mivel helyi gyerekek járnak, továbbra is ugye valami szinten támogatjuk, tehát akár fejlesztések, a játszóudvar például felújításában részt vettünk, vagy bármilyen a projektorokat például most, hogy kellett venni a termekben. Tehát, hogy azért hozzájárulunk továbbra mi is az iskolánkhoz, de azért kicsit egy másabb, mint hogyha a sajátunk volna. Valamilyen szinten könnyebbség is, mert ez itt van ennek egy terhe is, mint egy működtetési teher, de ugye ami az ember saját maga gazdálkodik, látja, az mindig máshogy néz rá, mint hogyha valami szinte egy idegen tárgy volna. Idézébe téve persze, hogy az idegen szót, de hogy azért kicsit máshogy áll hozzá az ember. Az utolsó témánk legyen vidám, rendezvények. Először egy kicsit nézzünk vissza 2022-re. Hogyan sikerült a rendezvénysorozatokat zárni? Mert akkor álltak önök a szüreti felvonulás rendezvény előtt. Ön akkor még azt mondta, hogy lesz az idősek napja, az adventra készülnek. Először is, hogyan sikerült lezárni a 2022-es rendezvénysorozatokat? Jól sikerültek a rendezvények. Egyedül a szüretivel a felvonulásra van egy kis, hogy mondjam, keserű szájízem. Tehát, hogy a közösség, a településünk nem eléggé mozdult meg a szüreti felvonulásban. Tehát nem hozta már azt, ami korábban is, hogy az emberek jobban az utcán megmozdultak, meg jóformán a felvonulók,
az inkább az iskolások, óvodák, a gyerekek voltak, tehát nem voltak azok a családok, mint egy-egy településen a környéken, mondhatnám irigykedve nézem, hogy milyen egy közösséget formáló születi felvonások vannak. Ez már nem most kezdődött, tehát nem a Covid okozza, kimondottam, hogy a Covid egy kicsit ugye a bezártságot és a közösségek felszakadását, szétszakadását okozta valamilyen szinten. Ez már sajnos már előtte, például 2019-18, ott is volt már hogy olyan év, hogy ki is maradt. Ezért egyedül egy kicsit az lett, tehát jól sikerült, meg jó lett összehozva, csak egy kicsit ez így nem alakult megfelelően. Illetve a születi bálnak volt egy elég negatív visszhangja, hogy a születi bál nem lett megtartva, de ezt utána írtuk is az újságban, a születi bál az kimondottan az általános iskola szervezésében valósul meg, mert ugye itt a ballagó osztály részére ott van egy osztálypénz, a belépődi, a tombot, tehát egy ilyen támogatási formában, és ugye ők segítenek, ők szervezik. És ugye az iskola ott a szülői munkaközösségen keresztül nem tartotta meg, ezért ugye ha az iskola nem partner, mert pont azért, hogy sok diák vesz részt a születi felvonásban, akkor ez így nem tud működni. Úgyhogy ez, ami egy kicsit olyan nehezen jött össze, vagy nem egy kellően jött össze, de utána már az év többi részén már egy nagyon jól sikerült programaink voltak. Az idősek napja, ott a Pintér témája volt a fellépő, egy nagyon jó hangulatos, és most a meglepetés szerűen tényleg egy nagyon jó táncos hangulatú rendezvény volt, hogy néztünk is, hogy milyen jó, sokan táncolnak, tehát hogy nem szokott azért, hogy itt egy vacsorát biztosítunk, tehát van egy fellépünk, és egy vacsorát biztosítunk az idősek részére, és akkor utána egy jó kis ilyen kis táncos műsor kerekedett, hogy az asztaltól felálltak a vacsora után az idősek is, és akkor egy jó kis ilyen táncos kis program keretkezett belőle, még este 8 órakor is még tartott, tehát ez egy nagyon pozitívan és jól sikerült, és emlegetik is, hogy ez milyen jó hangulata volt. Ez szerintem lehet, hogy pont a Covid bezártság után egy kis felszabadulás, hogy akkor ezen is túl vagyunk, és akkor az élet az milyen szép. És ezt követően ugye volt az október 23-án megemlékezés, nagyon szép műsort adott elő a Balakároly Általános Iskola, majd jött a adventi 4 hétvége, 4 vasárnap. Most annyiba változtattunk, hogy nem volt mind a 4 vasárnap program, hanem ugye az egyházi felekezeteknek megvolt a elvatkozás, hogy melyik vasárnap vannak, és csak kimondtam az egyik adventkor a Mikulásra fókuszáltunk még mellette, hogy akkor a Mikulás volt a Krampuszokkal, és akkor a gyerekeknek kaptak ajándékot, meg volt egy kis műsor, és az utolsó adventi vasárnap volt egy nagyobb program, amikor felléptek az iskolások, az óvodások, kint volt zsíros kenyér, forradból, tehát hogy egy ilyen nagyobb programmal tudtunk készülni, és ez úgy néz ki, hogy ez bevált, mert már korábban is hasonló elgondolással indítottuk az adventet, úgyhogy ez így jól sikerült. Úgyhogy így összességében aztán szépen jól kifutott az év, mert a FAU-nap is egy nagyon jó sikerült, nagy látogatottsága volt tavaly augusztusban, és akkor így szépen egy születi bál elmaradása, de maga a születi volt egy kicsit egy olyan, már még esős volt a végén, meg rossz idő lett, hogy ez is egy kicsit negatívan hozta a hangulatot, de utána a többi részben nagyon szépen alakultak a rendezvények. 2023-ban mennyire lesz más a község rendezvény naptára? Mi marad, mi megy, vagy miben alakul másként? Annyi könnyebbség van már 2023-as évben, hogy most már teljes évvel tudtunk tervezni, ezért a rendezvények szempontjából most már januártól elindulva mindent tudunk majd végig, amit tervezünk, reméljük meg is tudjuk tartani, tehát nem lesz semmilyen probléma, ami bekövetkezne. Most a legközelebbi rendezvényünk március 14-én 16:30-kor a Tonaterembe várunk szeretettel minden érdeklődőt az 1848-49-es szabadságharcnak a Balakároly Általános Iskola által készített megemlékezésére. Ez egy közel másfél órás megemlékezés lesz, ahol még lesz egy Pilvax kávéház is, ahol szeretettel várunk egy forró csokoládéra is akár a megvendégelésre a résztvevőket, nem csak a résztvevőket, hanem a érdeklődőket, akik eljönnek. Ezt követően március 25-én szombaton lesz egy környezetvédelmi nap falutakarítás, ahol 9 órára várjuk a községház előtti parkolóba a segítő kezeket, ugyanis itt a település
közterületeit, főleg a bekötő utakat, az erdős részeket fogjuk körbejárni és összeszedjük a szemeteket, kicsit tisztába tenni a települést. Majd május 1-e, ami hétfő napra fog esni, lesz egyik legnagyobb rendezvényünk a Maján is, ahol ingyenes programokkal várjuk a gyerekeket, és sport, kimondta sport, családi nap lesz, futóversenye, futballbajnokságokkal, több korosztályossal, tehát egy ilyen sportosabb napot tervezünk. Majd június 3-án lesz most a pünkös miatt, egy héttel később, június 1. szombatján lesz a gyermeknap, ahol a fő attrakció, ami tavaly is volt, hogy ingyenesen a kisvonattal végig lehet járni a települést, tehát az utca végig fog majd haladni, és akkor azon lehet utazni, kicsit megismerve más szemszögből is a település arculatát. És majd a legnagyobb rendezvényünk pedig a szokásos augusztus 12-i 16. ősborokás faunap, ami nálunk Covid ide, Covid oda akkor sem maradt el, és most is ugye be van tervezve. Ez egy ingyenes faunapra várjuk szeretettel az érdeklődőket. Gyerekeknek lesznek programok, játékok, és el is árulhatom most már a fellépőket. A Csocsesz lesz az első fellépünk, következőleg a Dr. BRS, majd legvégén pedig a Cosmix fog adni egy impozáns látvány showval tarkított fellépést majd. Úgyhogy szeretettel várok mindenkit majd a programokra. Kedves nézőink, augusztus 12. Csépharaszt község vár mindenkit nagyon nagy szeretettel egy falunapra, ahol aztán vigadhat mindenki, a község és a vendégek apraja és nagyja. Előre is jó szórakozást kívánok mindenkinek. Kedves polgármester úr, köszönöm szépen, hogy ma vendégem volt, és köszönöm, hogy ilyen sok mindenről tájékoztatta a kedves nézőket. Én azt gondolom, hogy a következő beszélgetésünk alkalmával is lesz majd arra lehetőségünk, hogy a költségvetésről, a megvalósulásokról és a pályázatokról beszélgessünk. Kedves polgármester úr, köszönjük szépen, hogy ma itt volt. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm, hogy ilyen sok mindenről tájékoztatta a kedves nézőket. És köszönöm, hogy itt lehettem. Maradjanak velünk, a Gemini Televízió adása folytatódik.